Na szevasztok, fiúk, üdvözlöm mindenkit a legeslegújabb vlog videóba. Itt van a 77-10 a háttérben, mint láthassátok. Már nagyon sokan írtátok, hogy legyen egy bemutató a videó, így most úgy döntöttünk Csabival, hogy bemutassuk röviden egy videóba. Hát nem kis gép az biztos, de az a helyzet, a választásunk az úgy esett erre a gépre, hogy sehogy nem esett, mert Csabi meg apja kitanálta, hogy lehet egy traktort, menjünk nézzük meg, mert nagyon szép állapotban van. Én nem akartam igazából traktort venni, úgy voltam vélem, hogy inkább vegyünk gyomírtahozót, mert az fontosabb, de már hogyha meglehetnék ezt, akkor mondom, megyek, azt megnézem, hogy lássam, hogy milyen állapotú. Már csak kíváncsiságból is. Legelső sorban is ez a traktor franciából van, ugye? Nem, olaszból. Ja, olaszból van, bocsánat, már azt már rosszul tudtam. Olaszországból van a traktor, mezőgazdaságban soha nem dolgozott, nem hittem el, ezért mentem én is, megnézem, hogy lássam. Hogyha körbe ösztök, látszódik is, hogy ha a mezőgazdaságban dolgozott volna, akkor itt az első hídról már a festék le lenne kopva. Tehát hogy létezik olyan traktor ennyi idősen, hogy nem dolgozott mezőgazdaságban, fiú? Ezért is vásároltuk meg legfeljőképpen, mert látszik, hogy ez létezhetetlen, úgy néz ki, de ez pedig létező dolog, mert ez itt van. Na még ez semmi, hogyha nem lenne ez elég, hogy a festék az nincs lekopva a hídon. A lépcsőn is ezen mindenütt látszódik, hogy eredeti festés van, úgyhogy nem is tudom, hogy itt van, mint nézitek meg, kis ajtók. Nézzük ezt a kis tárolót. Itt van minden. Hát a gumik azok ilyen állapotúak, szerintem olyan 90%-osok, hanem még több. A gumival a problémánk biztos nem lesz egy darabig, BKT gumik vannak rajta. Agrimax. A méretje pedig 600/65 R28. Az első. A méretje, a hátsónak pedig ugyanaz, RT761 BKT. Ennek a méretje pedig 710/70 R38. Indiai gumi helyi. Ez is Agrimax. A kombinátor most nem akasztottuk le, mert megyünk kombinátorozni a gépet, csak azért akartam bemutatni. Előtte, mielőtt még nem mennénk el, mert most szép tiszta az eső megmosta. Nem mostuk meg direkt, hogy ne látszódjon, hogy vagyis hogy látszódjon, hogyha van rajta olajfolyás vagy sem. Az is mondja, hogy a traktor nem a fogos oldal nálunk van. Hát nem volt meg most van mióta nálunk, mert most az ég alatt van még, ugye. De reméljük, hogy nem sokáig fog már az ég alatt lenni. Viszont nekem videózál ne, amit nem kéne. Na, hogyha ide jövünk, itt látjátok, hogy a traktoron eredeti Denso önindító van, és ami hihetetlen még pedig, hogy ez az önindító még soha nem volt levéve a traktorról. Nézzétek meg! A festés, én sokszor átnéztem már, mert nem hittem azóta se, mióta megvásároltuk a gépet, hogy ezen eredeti festés van, de ezen eredeti festés van, és ilyen állapotú, fiúk. Ki fogjuk bontani a motorblokkokat, mind a két oldalt? A másik dolog, ugye ez a gép kettő motorral rendelkezik, az egyik a 7,6 literes, a másik a 8,1. Ez a 8,1 literes változat, azaz 8126 köbcenti, ha jól tudom. 155 lóerőt tud, papíró, 150, ahogy ki hogy mondja, olvastam többet is, hát elméletileg ott körül tudja, hogy jár itt. Ez még gyári. Ez oldalra jövünk. Itt is, hogyha megnézitek, minden összes csavar, mutasd meg Csabi nékik, az összes csavar, ez a Everton tudja adni egy áramtalanítót. Minden, az összes létező csavar soha nem volt megbontva semmi rajta. Ezért is vettük meg, mert nézitek meg, ez a pompálója, hát ez soha nem volt szerintem még használva se. Az összes festék, nézitek meg, de majd kibontjuk az oldalpulkolatot, aztán majd látni fogjátok, hogy mi a helyzet. Nézzük meg kívül. Először csak egy kívülről mostan, ez oldalt is ugyanilyen gumi van, mint túloldalon. Itt is a lépcső látszódik, a festék még mindenütt rajta van. Erre nem is nagyon szálltak se kisebbe. A másik dolog, hogyha még ami hihetetlen, hogyha megnézitek a kipufogóját, a legtöbb ilyen korúbelű traktornak már kipufogója vagy már leégett, vagy már nincs is. Vagy heggeztettek rá már valamit, de ezen még, ez kijött a gyárból olyan kipufogó van ember. Hihetetlen számunkra is, hogy egy ilyen traktort tudtunk vásárolni, még mindig nem tudjuk elhinni. Ez az orsúly, ami elcsúnyítja. Mink ezt a traktort láttuk Olaszországba feltéve Csabival, és képzeljétek el, hogy ez úgy volt, itt engem videózál, hogy mikor még láttuk ezt Olaszba, nem sok időn belül már a traktor bejött Romániába, és
ahogy beérkezett Romániába, Csavi meglátta, hogy Romániába árulják, és akkor kitanálták, hogy menjünk, nézzük meg. De nem tudtuk, hogy kihez megyünk. Mikor odaértünk, akkor azt mondja, hogy ez ember olyan ismerős nékem, és képzeljétek el, attól vásároltuk ezt a traktort, akitől vettük az legelső 3350-est. Úgyhogy innen is köszönjük szépen, mert nagyon meg vagyunk elégedve eddig a géppel, reméljük, hogy ugyanolyan jó lesz, mint a 33. A videó úgy fogja nézni. A videó majd úgy is látni fogja. Innen is egyelőre nagyon meg vagyunk elégedve a géppel, semmiféle problémák nem volt vele. Egy ilyen bemutató videót már nagyon szerettem volna. Na igen, azt még nem mondtam el, hogy ugye, akitől vettük. Olaszban láttuk, hogy a gépen nem egy ilyen orsúly van, ezt külön vettük hozzá, ezen volt egy tömör orsúly, de azt nem adták vele, hanem anélkül adták, mert nem tudom miért, de nem adták vele. Ahol sokkal szebb volt a traktor. Most pont nem süt a nap ez oldalra. Nos, fiúk! Ez a motor úgy van, hogy dolgozott már kb. 100-150 órát. Itt hemzseg benne a 8,1 literes turbós motor. Nézzétek meg, fiúk, ezen soha nem volt levíve egy csavar. Hát hogy létezik ilyen te? Ezt muszáj volt megmutassam, hogy lássátok, hogy ilyen állapotú traktor sikerült vásárolnunk. A porlasztó csavarok még soha nem voltak meglazítva, egy se. Nézzétek meg, rajta a festék. Eredeti szín állapotában, ez az alternátor is. Nem, az magyarul, hogy mindjárt már. Nem tudom, hogy mindjárt ennek már magyarul. Na mind, generátor. Nem tudom, hogy ez szerintem még ez sem volt levíve róla sose. Az látszik róla lehet van. De ez nem volt benne biztos, ha le is volt, nem tudom. Az nem látszik, de nézzétek meg itt, hát lehet, hogy volt itt valami. De nem volt. Ez szerintem... lehet a mosástól is. Ez lehet a mosástól is, mert hogyha ez egy lett volna, akkor mind lett volna lazítva, és nézzétek meg, az összes többi rajta van a festék. Onnél látszódik, hogy az eredeti állapotában így néz ki ez a gép, te. Hihetetlen számunkra is, de ez valóban ilyen állapotú. És itt is a Denso, látjátok? Japán! Várjál, mert Hunírja, ahogy meg akartam, másik oldalon majd mindjárt megmutatom. Na ez oldalt körülbelül, fiúk, így néz ki a motor. Ugye itt van a... Direkt nem mostuk meg, hogy... egy üzemanyag szűrőj, a kocka. Itt van a másik üzemanyag szűrőj, az ülepítő paharas. És itt van az olaj szűrője. Ezt le kellett cseréljük. Van még egy üzemanyag szűrő neki betéve, egy ilyen. Ilyen van a 3350-nek is. Igen. Három üzemanyag szűrő van elég. Amit még akartam mondani, hogy itt kicsit féltünk, mert azt hittük, hogy itt az olajszűrő ház meg van menve, mert itt egy kicsit szivárgott. Mikor megvettük. Nem, akkor utána nem volt jó helyére téve ez a szűrő, lecseréltünk mindent, azóta hál' Isten egy porszáraz, mint látszódik. Úgyhogy, hát ilyen állapotú. Fogad a kamerát, kamerás úr. Vagy amit akarsz még esetleg mondani a gépről, amit még ilyen mondtam el. Itt ez oldalt. Mutasd meg ott minden burkolatját, milyen állapotban van. Melyik ez nekünk egy jó szempont, mert hogyha visszanézzük majd egy pár év múlva, lássuk, hogy milyen állapotban vettük meg a gépet, hogy nézett ki akkor, meg hogy fog kinézni pár év múlva. Reméljük ugyanígy. Na, csapjunk tovább egy költ arrébb. Na, ez oldalt meg is vonnánk. Visszateszem. Azt tedd vissza. Kommentben ha valami kérdés, akkor tegyétek fel. Kommentben nyugodtan lehet írni kérdéseket, el fogjuk olvasni, válaszolni is lehet fogunk, amikre olyan. Úgyhogy nyugodtan 77-10. Na, akkor jöjjünk a másik oldalra, még azt nem mondtuk el, de láttátok, amikor megvettük a gépet, hogy két új akkumulátorot kellett rá, azt tudtuk már, amikor megvettük, hogy az akkumulátor az problémás, azt vettünk rá is. Na, gyere, erő, Csabi! Itt a lényeg, amit elmondtam, hogy 8,1 literes a motor, de nem mutattuk meg, hogy hol írja, mindjárt meg fogjuk mutatni azt is, hogy Csabi leveszi a burkolatot. Gyönyörűen lejár róla a burkolat, nincs ütve, törve, semmilyen része. De az a helyzet, hogy ez hihetetlen... Nem, de magyarázat, hogy mi van itt, mutasd meg. Ezt hiába magyarázok róla, látszik, hogy milyen állapotú. Ugye a klímakompresszor az elméletileg új rajta, de nem vagyunk benne biztosok. Ha azt mondjuk, ha cserélve is volt, az nem probléma. Tűvi Csabi, ki van az a két csavar, te? Azért fúj, az itt ki, ilyet csak, most láttam meg. A kipufogótoroknál két csavar le van lazulva. Itt látod, ki is fúj egy kicsit.
Még jó, hogy csináljuk ezt a videót legalább. Ja, itt van né. Ezt nézzétek meg. Itt ír a lényeget. Még azt nem mondtuk-e, mindjárt ide folytod. Ugye... ugyanez a 8,1 literes motorral rendelkeznek a 8000-es szériák, a 8100-tól 8400 mennyik vannak abból már. 8100-tól 8410-ig. Vagy 20, nem tudom, de mindegy, de azokban is ugyanez a motor található, ezt a motor fel lehet nagyon-nagyon lóerősre nyomni, nyomatékos motor. Majd, hogyha szükség lesz rá, akkor lehet fog kapni egy kis erőt még, de egyelőre nincs szükség, mert nincs hozzá olyan gépünk, nem rendelkezünk még olyan géppel, ami amihez kellene még... Nézd meg az öndítő rajta van a festi belőlen kereken. Nem fogjátok nekem, amire lehet. Ja, amit akartam még mondani, akinek, aki ismer ezt a motort, tudja, hogy ennek a blokkjának egybe van. A vázzal. Vagy hogy hozták ezt mondani. Be van öntve a vázba a blokk. Hogy tudtunk azért fiúk ilyen gépet megvenni? Ezt Csabék akarták legjobban, de engem videózám már, hogy az üzemanyag tartalmas, nem tudom, hogy 340 vagy 280 literes, mert többféle van. Ebből az internet, most ezt nem tudom. Nem... Kicsi? Szerintem ez a 300 feletti. De kicsi a? Nagy, elidéző megtöjteni. A másik dolog, majd mindjárt beülünk, majd bent innen elmondjuk a többit. Jöjjünk ide hátra, hogy nézzük meg itt hátra is, hogy mi a helyzet. Csak most mondom a kombinátor. Srácok, annyit tudunk biztosra, hogy ez a gép az úgy van, ahogy megvásároltuk. Ezen most már nem volt még soha. Nem is akartuk megmosva meg bemutatni, mert akkor nem látszana, ha van rajta olajfolyás, vagy bármiféle. Nézzétek meg itt hátul onnan is. Mondjuk itt lehet, nem álltuk volna megmosni, de... A főt, a kombinátortól. A kombinátortól sok főt oda van húva, így nem fog látszani olyan szípnek, mint amilyen szíp valójában. Egy kis hátul, itt is tele van föl, de... Nem, most ne jöjjetek kommentbe azzal, hogy miért nem mostuk meg, mert direkt nem akartuk megmosni. De mit mutassak, ami látszik, hogy nézzétek meg, sehol nem volt megbontva. Ez amilyen a motor, ez olyan állapotú itt a hátul, és nehogy azt higgyétek. Csak, na. Itt semmi mozgása nincsen, sem erre. Hát ez, nézd ez meg, a zsízzaú szemek még aranyozottak, hogy mutassam, hogy nem jön át a kamerám, még olyan, mint ami új 2023-as gép lenne. Hogy létezik egy ilyen állapotú te? Nem tudjuk elhinni azóta sem, hogy megvettük, hogy nekünk ilyen gépet adott a jóisten. Egyedül ez a probléma van itten hátul vele. Itten vagy valami ráesett. Itt ez. De túl már nincsen. Van neki hátul ez a két kis kapcsolója. Mert a függesztőkart kell emelni, tudjátok. Van rajta három pár kihelyezett hidraulika. Igazából az a, nem az a lényegünk a traktor bemutatása, hogy tanító jellegű, hogy meg nem is akarunk, akarunk dicsekedni elvéle, csak beszeretnénk mutatni, hogy hála jó, maga az, maga az állapotát akarjuk mutatni. Hogy hála jó, hogy járnak, sikerült nekünk is egy ilyen gépet vásárolnunk. Szerettünk volna is, meg én amúgy nem is nagyon, inkább mást akartam vásárolni, de már ha ezt megláttuk, nem hagyhattam ott, mert annyira megtetszett. Van három pár. Kihez hidraulika. Igen. Ami a traktoron nincsen, ami jó lenne, lehet az olajfej hátul. Az nincsen, az hiányzik, de majd ha szükség lesz, akkor lehet, hogy lehet rá szerelni, még nem tudom, hogy hogy. Illetve ennek az eleje, ennek nem rugózott hídja van, de nem is lényeg ilyen állapot a traktornál, hogy most rugózott hídó az eleje vagy sem, hanem az állapotot néztük meg, mint igazából. Úgy szerintem itt hátul ennyi is, mert nagyon nincs mit nézni. Láttátok, hogy milyen. Körülbelül ennyi. Úgy 7-10-es gumik vannak rajta, hátul. Széles gumik, nagyon. Beülünk. Na most, hogy nagyjából befejeztük, körbe mutattuk a gépet. Lássátok, hogy milyen állapotban van a motor, ami látszódna, hogyha valami van. De ez mosatlanul van így, most direkt bemutatva, hogy látszódjon, hogyha van valami. Rendellenesség, ami nem oda valahogy látszana. Na, másztunk be is ebbe a gyönyörű gépbe. Hát ahogy bemászunk, van benne hiba, többnyire az évek miatt, majd ki lesz takarítva, most mondom, így munkából, ahogy van, így dolgozunk közben véle. Ez a burkolat, hát gondoljuk az évek alatt leszakadt már, vagy a meleg volt, vagy nem tudom, levált. Ez az egy, ami csúnya benne. Mi nem szép, de a széket, hogyha megnézitek, sehol nincsen kirepedezve, ez még eredeti széki a traktornak.
nincs kiülve, nincsen semmiféle probléma véle, minden funkciója működik a széknek, fújni lehet minden. Mutasd meg, majd mutatom, hogy megy. Meg tudom, csak ennek adjak egy kis kontaktot. Gyönyörűen rugózik, nincs vele probléma, minden funkciója működik. Lehet benne forogni is, nem tudom azt mondani. Kicsomak arra, ahol. Eve. Aha. Pedig most mozdult, aha. Na most. Így kell. Mutassak, hogy kell. Nézzétek, srácok. Így kell, csak rá kell. Én nem is használtam még ezt a funkcióját sose. Felhúzni kell egészen, hogy akadjig, látod? Nem mindegy, hogy csinálod. Így. Jó, megy ezen minden. Nézd, mutasd meg a fülödnek, hogy mindenütt a széken még rajta a festék. Mutatja pedig, hogy eve balra, jobbra fordulsz. Eve mész előre, hátra. Meg itt ezek, nem tudom mire jók, még nem is használhatunk sose. Pedálokat nézitek. Ilyen állapotban vannak a pedálok. Itt látható. A másik dolog, a bordja az elméletileg ki lehet cserélve, mivel kiégett valamilyen módon, valami probléma lett vele, aztán ezt ki lehet cserélve. Ezért is nem mutat üzemórát, csak 786,7. Vagy mennyi? 716-tal vettük. Igen. Akkor ennyit dolgoztunk még vele, 100 órát se. 70 lány órát. Ennyit dolgoztunk, mióta megvettük. Igazából a traktorba, aki volt, azt mondta, hogy nem tudom, már 7000 valamennyi volt benne. És az hihető is, mert látszik milyen állapotú, de ennyit mutat most jelenleg 786-ot. Ugye a Power God váltóval rendelkezik a gép. 20 előre, 20 hátra fokozatok. Ugye A, B, C, D, E. 5x4 az 20. 20 előre, 20 hátra. Ki kell takarítsuk egy kicsit. Ki kell takarítani, ha nem volt kitakarítva, dolgozunk véle, ilyen állapotú. Itt a, ugye eve leállított, hogy 540 vagy 1000-es fordulaton működjön a TLT, a teljesítmény leadó tengely. Evel kapcsolod be, itt egy klíma kapcsoló, jéghideget nyom a klíma, itt, hogy hova fújja, itt, hogy milyen hideget, meg evel kapcsolod be. Ha megnézzük a szivargyújtót, onnél látszódik, hogy a gép soha nem volt dohányos, mert soha nem gyújtottak szivargyújtóba cigarettát legalábbis. Ez még olyan, mint egy új. Jó. Ez a kapcsoló nem tudom mire jó, azt nem használtam még. Ez mire jó vajon? Nem tudom. Ez lehet, hogy bente áramtalanító volt, nem? Valamit mutatom rajta. Az bente áramtalanító volt. Na nem tudom. Nem is tudjuk, hogy micsoda. Tehát továbbá működve, menve, itt van neki a rendszere, ami a lényeg, fiúk. Ha megnézitek, az összes szám egészen 0-9-ig mind látszódik rajta. Innen meg tudjátok nézni, hogy a traktor valóban soha nem dolgozott a mezőgazdaságba, mert ha dolgozott volna, ez nem így nézne ki ennyi év után. Sokat megnézitek az új gépekben, már nincs rajta a festék. Itt ha felemelitek, itten tudjátok a függesztőkaroknak a magasságát, meg gyorságát. Igen, állítani ezzel a kettővel, most ezek így vannak, nem tudom, egészen le van itt mostan tekerve, fel van egész tekerve. Szerintem a magasságát állított ebben, ezt nem is használtuk még sosem. Nem, az a gyorságát. Ez a magasságot. Ja igen, itt van rajta a nyúl meg a béka. Jó, ez itt, ekkor ez jó. Ugye evel emeljük fel, meg evel le. Evel is ugyanúgy fel lehet emelni, meg ugyanúgy le. Evel, azt hiszem azt tudjuk állítani, meddig emelje fel. Igen, mert ha tekered, akkor itt azt tud állítani, meddig emelje fel. Lássátok, idáig tudom akkor csak húzni. De ez most egészen fel van így. Itt az első kéri. Itt kapcsolod be az elejét. Van benne egy jó kis rádió, ami működik is. Itt tudod bekapcsolni a lámpát, ami gyönyörűen működik. Látjad, de nyitva az ajtó, azt is tudod állítani, még az is működik, hogy ugyanúgy tudod kapcsolni ki be. A tetői kárpit az valószínűleg már cseréje volt, mert fekete, de nekünk így nagyon tetszik. Nagyon szép. Kormányteleszkóp, mint egy újnak, úgy működik. Itt az elakadási jelző. Inverszoros a gép, ugye, de az látszik, itt van. Egy duda, szereltünk már rá egy-egy dudát, ablaktörlő, most nem megyem, mert nincs rajta kontakt, itt egy messzűen szemünkbe a nap. Na hát fiú, nagyjából a gép így néz ki, az ablakok is gyönyörűen nyílnak, minden függöny tartó,
aztán egy kis takarítás még rá fog férni, mert nem takarítottuk, nem takarítottuk ki normálisan sem még a gépet, mondom, csak dolgoztunk vele. De azért akartuk bemutatni így, hogy látszódjon, hogy milyen rendellenességgel rendelkezik a gép, hogyha van olyan, de nincsen. Közben srácok, még amit nem mondtunk el, hogy ugye ez a traktor 40-es váltóval rendelkezik, 40-el tud menni. És van kettő fajta, az egyik az 30-as, ez 40-es, úgyhogy ez még az is egy nagyon fontos szempont, amit kihagytam majdnem. De... azt nem mondtuk még, hogy ott kell ütősni a sebességet felfele. Igen, hogyha mondjuk beteszed A-ba, ebbe evelt csak lökögeted felfele, meg vissza ez a kézigáz, de hát ezt már a blogokban elmondtam, úgyhogy nagyjából tényleg ennyi, ami van itt a belsejébe. Úgy is majd kommentben megírjátok, amire kíváncsiak vagytok még igazából. Várjuk a kommenteket. Úgyhogy a belseje ennyi. Ugye még ez van többfajta váltóval is, azt hiszem háromfajta váltóval van ez a gép. Van a Power Shift. A Power Shift az a még egy karos, vagy hogy van már? Igen. A Power Guard ugyanolyan Power... Nem, a de Power Shift a löködős, a lökdösős, amit lökni kell. De van még a Power Guard, ami ugyanez a neve, csak azon még a fent van a gomb. A Karon. Karon. A Power Guard kétfajta váltó van. Ez a Power Guard Plus lehet. Lehet. Írjátok meg kommentbe. Írjátok meg, azt nem tudjuk pontosan, én sem tudom most így fejből. Csak amit tudok, azt mondok el róla. Hát... Bitang a gép, azt kell mondani. Nem is tudunk mi mai napig sem itt nagyon szóval se jutni, mikor meglássuk, hogy milyen állapot tudtunk venni. Hát látszik, hogy soha nem volt festve itt, és látszik itt, hogy felmegy, felmászott a gépbe, hogy itt a festék le van kopva, ugye. Meg itt a kopások, ez sehova sem festve a lépcsei. Soha, látszik a csavarokról, hogy ez nem volt, de én nagyon jól megnéztem, mert amikor gépet veszünk, én megnézem nagyon. Úgyhogy láttam volna, hogyha lehet volna festve, de ez... Na hát egy takarítás ráfér. Hogy csukod az ajtót? Csináljátok? Mint a vaj. Nyílni és nem, meg hogy nyílik, innen elengedem. Ennyi. Nem kell becsapni, beleérni. Mint a vaj. Meghúzni. Ez állapot, ez olyan, mint a vaj. Biztos van még sok minden, amit nem mondtunk el a gépről. A kipufogót, azt mutasd meg, mert azt látták. Ilyen a kipufogója. A 100%-ot gyári. Itt felé van benne két ledes lámpa, az egy két szélső, az ki lehet cserélve két ledesre. Mi az, amit nem mondtunk még el? Hát komment bírjátok meg, hogy esetleg, ha kimaradt van valami. Körülbelül ennyit akartunk gépről, lássátok, hogy milyen. Ez a bemutató róla. Hát igen, hogy körülbelül lássátok, hogy néz ki. Na, sokan írtátok, hogy legyen. Úgyhogy fiúk, röviden ennyi lett volna a 77-10-ről a bemutató videó. Reméljük, mindenkinek tetszett. Ha igen, akkor mindenféleképpen komment bírjatok véleményt, aztán iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok. Csatlakozzatok a Donald Shophoz, mert van. Oda is van, mikor posztolok, de ritkán, mert nem mindig tudok oda is posztolni, de nyugodtan fel lehet jelentkezni. Úgyhogy lehetek jók, ez volt röviden a 77-10, nagyjából az állapotát szerettük volna bemutatni, nem maga a specifikációikat, mert annyira minden, sok minden nem tudunk róla mink se, ilyen szaknyelven, de elég, hogyha láttátok, hogy néz ki, milyen állapotban van, úgyhogy lehetek jók. Köszönjük, hogyha megnéztétek, még egyszer kommentbe írjatok véleményt, hogyha valamire kíváncsiak vagytok, tehetek fel kérdés komment szekcióba, aztán jövünk majd a következő vlog videókkal, most meghúzzuk azt a két csavart, gyújtok, aztán megyünk is dolgozni véle, úgyhogy lehetek jó, még egyszer köszönjük a figyelmet, dobjatok egy lájkot. Dana voltam, háttérben Csabi, jó, 77-10, szevasztok! Szevasztok!